úr kijelentette, hogy az egyik lány szervezetében drogot találtak. Ez nem volt igaz, ez a toxikológiai vizsgálat egyértelműen megcáfolta. A belügyminiszter úr, az ön főnöke ezzel a kijelentéssel súlyos fájdalmat okozott az áldozatok családtagjainak, súlyosan megsértette az áldozatok emlékét, és a gyanú árnyékát vetette a többi áldozatra is. Kérdezem államtitkár úr, hogy hogy lehet az, hogy a Magyar Köztársaság belügyminisztere ilyen felelőtlenül nyilatkozik, hogy lehet az, hogy az ön főnöke össze-vissza beszél, és hogy lehet az, hogy a belügyminiszter úr azóta sem kért elnézést az áldozatok családtagjaitól, és hogy így megsértette az ő emléküket. Köszönöm szépen válaszát. 2 perces válaszadás lehetősége van Kontrát Károly államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Valóban az ön által említett napon a Westbalkán szórakozóhelyen 3 fiatal ember vesztette életét. Szörnyű tragédia történt. A tragédia körülményeinek vizsgálata érdekében a rendőrség eljárást folytatott, eljárást indított, és az eljárás eredményeit a rendőrség nyilvánosságra hozta. Ezen túlmenően a kormány intézkedett a jövőbeni hasonló helyzetek megelőzése érdekében, olyan jogszabálytervezetet tárgyalt meg és fogadott el, amely megelőzi, amely olyan feltételeket tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy megelőzzük az ilyen hasonló tragédiák bekövetkeztét. Úgy gondolom, hogy ezen a területen is olyan rendetlenséget, olyan határozatlanságot, olyan állapotokat örökölt a 2010. május 29-én megalakult kormány, amelyek sajnos lehetővé tették, hogy ilyen tragédia bekövetkezzen. Ezek az új szabályok garanciát jelenthetnek arra, hogy egyrészt hasonló helyzet nem áll elő, másrészt pedig, még egyszer mondom, az üggyel kapcsolatban a rendőrségi eljárás valamennyi eredményét nyilvánosságra hoztuk, és ha későbbiekben új adat merül fel, azt is nyilvánosság elé fogjuk tárni. Köszönöm szépen. Viszont válasz 1 percben Dorosz Dávid képviselő. Államtitkár úr, ön régi jó szokásához szíve megint össze-vissza maszatol, és ugyanúgy össze-vissza beszél, ahogy az ön főnöke, a belügyminiszter úr tette. Felraktam 3 egyértelmű kérdést, erre nulla, azaz nulla darab válasz érkezett. Akkor még egyszer felrakom, és lassan mondom, hát ha ön is végre megérti, kíván-e a belügyminiszter úr elnézést kérni nyilvánosan az áldozatok családtagjaitól, ugyanúgy, ahogy nyilvánosan megsértette őket, és megsértette az elhunyt fiatal lányok emlékét. Erre a kérdésre válaszoljon, ne maszatoljon, legyen kedves. Köszönöm szépen. 1 perce áll rendelkezésre. Államtitkár úrnak viszont köszönöm válasz. Szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Én abban bízom, hogy nyugodt hangnemben tudunk erről a szörnyű tragédiáról is beszélni itt a tisztelt házban. Én szeretném elmondani, hogy a belügyminiszter urat nem vezette az a szándék, hogy megsértse az áldozatok emlékét. Nem vezette az a szándék, hogy megsértse az áldozatok családját. A belügyminiszter urat az a szándék vezette, hogy kiderüljön az igazság, az a szándék vezette, hogy a jövőt illetően megelőzzük a hasonló tragédiákat. Tisztelt képviselő úr, a belügyminiszter úr, ha úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben meg kell neki szólalni, meg fog szólalni, és abban bízom, hogy ezt a választ ön is meg fogja hallani. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Gaudi Nagy Tamás, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Mit kíván tenni a kormány a 2006 őszi rendőrterrort tagadó helleri hazugságok ellensúlyozása érdekében címmel? Miniszterelnök úr személyesen nem tud válaszolni a kérdésre. Navracsics Tibor miniszter alatt jelölte ki válaszadónak, elfogadja képviselő úr a válaszadó személyét. 2 percben önné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Klasszikus mondást idézve, nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebben és nélkül ki nem mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása úgy kívánja. Szolnyázsici mondása ugye nem csak a kommunistákra igaz, hanem azokra volt kommunistákból milliárdossággá vedlett rabló privatizátorokké is, mint Gyurcsány Ferenc, vagy éppen azokra a liberális megmondó emberekre, mint Heller Ágnes. Sokunkat megdöbbentett és felháborított Heller Ágnes múlt heti kijelentése Brüsszelben, Morvai Krisztina kérdésére, amelyben nem kevesebbet állított, mint sem, hogy nem lőttek emberekre 2006 őszén, és nem voltak kínzások. Tudjuk jól, hogy ezzel a gyalázatos hazugsággal nem egyedül van Heller Ágnes. Képvisel olyanokat,
akik megpróbálják 2006 igazságát relativizálni, mégpedig azt, hogy akkor az emberek felkeltek, ellenálltak egy olyan embertelen rendszerrel szemben, amelyet Gyurcsány Ferenc jelképezett, és amelyet vérbe folytott. Kőkeményen, csonttörések, szemkülövések, fogdákon kínzások, verések, önkényes őrizetbe vételek, jogerős ítéletek és jelentések sora bizonyítja ma már ezt a tényt, és ez most számunkra azt jelenti, jogvédők számára, hogy azt követeljük, hogy igenis a kormánynak felelőssége és kötelessége, hogy amit ellenzékben nem tudott teljes körrel megtenni, és nem tett meg annyit, amit elvárhattunk volna tőle, most viszont kormányra jutva, igenis 2006 igazságát el kell juttatni a világra, világ minden tájára, külképviseletek bevonása egy teljes körű kampány indításával, helyre kell tenni azt, hogy kik voltak azok, akik ezeket a gyalázatos tetteket vezényelték. Ezért kérem, hogy mindazokat a jelentéseket, amelyeket az Emberi Jogi Bizottság elfogadott ezen a téren, a Civilgáz Bizottság letett, teljes körű dokumentációt fordítassák le rövid időn belül, angol nyelvre juttassák el, és egy teljes körű visszacsapással tegyék helyre 2006 őszének igazságát, és végül, de nem utolsó sorban végre kezdjenek hozzá kőkeményen az elszámoltatáshoz. Ebben a körben várom szíves válaszát. Navracsis Tibor miniszter úr 2 percben válaszadás lehetőségét élvezi. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház. Tegyük hozzá, hogy ahogyan a 2006 őszi események után Budapest rendőrfőkapitányát kitüntették a szabaddemokraták és a szocialisták, úgy most Heller Ágnes tüntették ki. Úgy látszik, hogyha valaki tagadja a 2006 őszén történteket, a szocialistáktól kapnak egy vállonveregetést, vagy éppenséggel kitüntetést is. De talán nem csak nekünk van tennivalónk, hanem a zöldekkel szoros kapcsolatot tartó lehet más a politikával, ami annál is kínosabb, hiszen Schiffer András, az LMP frakcióvezetője, annak idején szintén a 2006-os rendőratak ellen lépett föl. Különös lehetett neki hallani, amint Kohn Bendit lepisszegi Morvai Krisztinát, illetve amint a zöldek csatlakoznak Heller Ágnesnek ahhoz a véleményéhez, hogy valóban itt tulajdonképpen nem történt semmi 2006 őszén, úgyhogy én kérném majd az LMP-t is, hogy a zöldekkel való rendkívül szoros kapcsolatát használja fel arra, hogy a 2006 őszi eseményeket megismerhesse Daniel Kohn Bendit is. Mi a magunk részéről, noha tudjuk, hogy ez nem elég, és ezzel nem nyújthatunk teljes vigaszt az akkori sérülteknek, de az egyik első intézkedésünk keretében a 2006 őszi áldozatoknak és sérülteknek kártalanítást nyújtottunk. Most fogjuk tárgyalni a semmiségi törvényt, ugyanakkor egyetértek önnel azzal, abban, hogy a 2006 őszi eseményeket a továbbiakban is ismertetni kell. Annak idején kiadványokat szerkesztettünk, önök valóban kiváló munkát végeztek, mint jogvédők, független jogvédők azért, hogy megismerhesse a világ, illetve megismerhesse az Európai Unió és az Egyesült Államok is azokat a brutális tetteket, amelyeket akkor a rendőrség politikai utasításra elkövetett. Bízunk benne, és tudjuk, hogy a jövőben is el kell végeznünk ezeket a munkákat, hogy ilyenfajta hazugságok ne tudják elhomályosítani ennek az emlékét. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy perces viszont válasz lehetősége Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, Jobbik. Köszönöm, miniszternök helyettes úr. Válasza olyan értelemben megnyugtató, hogy ezek szerint akkor önök is átlátják annak a fontosságát. A nemzet méltóságának a megvédése a mindenkori kormány feladata és kötelessége, és ezzel a gyalázatos hazugsággal Herrera Ágnes nem csak egyrészt magát írta ki a komolyan vendő személyek köréből, de nemzet méltóságát gyalázta meg és köpte szembe az áldozatok emlékét, és egyáltalán az áldozatok méltóságát. Viszont ismételten emlékeztetem kell arra, és kérem is ezúton, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy végül is belegondolunk abba, hogy ma is itt volt a házban Gyurcsány Ferenc, itt ült velem egy sorban a parlamenti patkóban, mai szabadlábon van Bene, Gergény és társai, ezek az emberek bizony nem jó helyen vannak. Tehát az eljárásokat kőkeményen meg kell indítani, és le kell számoltatni ezeket a felelősöket, mert gyalázat, ami történt, és ezt a gyalázatot a büntetőjogi eszközével a lehető leghatározottabban meg kell torolni. Az igazságtétel ellenállhatatlan vágya az embereknek, a jóvátétel megtörtént, ez nagyon fontos, de le kell sújtson a jog legkeményebb fegyvere ezekre az emberekre. Navracsis Tibor miniszter úr, egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársam, mi vagyunk az országgyűlésben az a frakció, amelynek egyik képviselőjét személyesen is és fizikailag is érte a rendőri erőszak 2006 őszén, tehát abszolút személyesen motiváltak vagyunk benne, ugyanakkor tudatában vagyunk annak is, hogy a jogállamiság és az alkotmányosság határait semmilyen formában nem lehet átlépni. Köszönöm szépen a figyelmet. Átérünk a kérdésekre, tisztelt országgyűlés.
Gúr Nándor, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Mikor szándékozik végre a kormányzat kártalanítani az árvíz károsultakat? Ángyán József államtitkár úr fog majd válaszolni. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, államtitkár úr. A 2010-es árvizek gondjait, problémáit nem kell ecsetelni, itt a parlament falai között sem. Tudjuk, hogy milyen gondot jelentett Észak-Magyarországon, sok településen és nagyon sok embernek. Tudjuk azt is, hogy a védekezés, az elhárítás költségei mibe kerültek, és nagyjából az is tudható, hogy a helyreállítás mennyiben történt meg. Itt én a védekezés és a helyreállítás költségeivel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy azt látom, hogy a kormány tartozik az önkormányzatoknak, tartozik a vállalkozásoknak, akik már az áfa összegeket is befizették, de tartozik a magánszemélyeknek is. Tartozik azoknak a magánszemélyeknek, akiket kárért. Kárért, mert a károk feldolgozásából kiderült, hogy bizony jogos vízügyi intézkedések révén volt és született olyan helyzet, ahol is a magántulajdonok szenvedtek kárt. A magántulajdonok kárszenvedését követően igazságügyi szakértők megállapították ennek a jogosságát, felmérték, megállapították, jóváhagyták, egyéb hatósági megerősítések történtek e tekintetben, és sajnos a források nem mozdulnak meg. 9 hónap telt el azóta, uraim, hölgyeim, uraim, 9 hónap. 9 hónap leforgása alatt több millió forintos elszenvedett károk kiegyenlítése nem történt meg magánszemélyek irányába. Ezek az életek igencsak elnehezülnek. Én azt gondolom, hogy itt a források rendelkezésre állásának a biztosítását soron kívül kellene megtenni. Feltehető költőjén a kérdés, lehet-e önökben bízni? Önök helyt állnak-e azokban a kérdésekben, amelyben a jog szerint hely kell állniuk, hogyha mondjuk a vízügyi hatóságok jogszerű intézkedéseiből fakadóan magánszemélyeket káréri? Ezeket hogyan fogják megtenni? Remélem úgy, hogy az alakamat kétszeresének a számítolása mellett, és remélem, hogy a újabb vízjogi intézkedések tekintetében meg olyan pályázatokat írnak ki, amelyek segítik a térségnek a kárelhárítási problémáit. Ezekre szeretnék én konkrét választ kapni, és majd egy dokumentációt is átadom. Államtitkár úrnak. Köszönöm szépen. 2 percben a szó Ángyán József államtitkár úré. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Itt 3 dolog keveredik valószínűleg, ami az árvízzel kapcsolatos kárenyhítést illeti. Ugye egyrészt a védelmi létesítményekben keletkezett károk elhárítása. Ez gyakorlatilag folyik már október 2-án döntött a kormány, miután fölmérte, hogy hol milyen tevékenységet folytatni. És folyik ennek a helyreállító munkának a menete, azért is, mert ha ezeket a létesítményeket nem hozzuk rendbe, ez az elsődleges, a következő ár ugyanilyen károkat okozhat. Egy következő a magánszemélyeknek okozott kár, természetesen ezt is a kormány megvizsgálta, és olyan előzetes vizsgálatok alapján, amit ön is mondott, pontosan föl kellett mérni kit, milyen mértékű kárért. Ennek következtében most március 2-án döntött a kormány arról, hogy a magánszemélyeket minden tekintetben kártalanítja, erre a források rendelkezésre állnak, és március folyamán ez a kártérítési folyamat elindul. A harmadik dolog a megelőzés, hogy ne forduljon még egyszer olyan helyzet elő, ami nagyrészt azért keletkezett természetesen, mert az elmúlt időszakban elhanyagolták ezeket az árvízvédelmi munkákat. Nos, erre 7 milliárd forint áll rendelkezésre épp abban a térségben, hogy megépítsék azokat a gátakat, amik az elmúlt időszakban elmaradtak, és ami miatt elöntötte az ár egyébként ezeket a településeket. Végezetül keveredik itt egy kicsit a mezőgazdasági kártalanítás is, a mezőgazdasági kártérítés ügye is. Itt azért hagy mondjam el azt, hogy a kárenyhítési törvényből épp önök vették ki az árvizet, ennek következtében a mezőgazdasági területekre ma nem lehet olyan típusú kárenyhítést fizetni, amit egyébként mezőgazdasági területekre fizethetnénk. Éppen ezért dolgozunk egy új, hatékonyabb mezőgazdasági kockázatkezelési rendszeren, amely az árvíz által sújtott területeken is lehetővé fogja tenni ismételten a mezőgazdasági károk térítését is. És dolgozunk egy olyan átfogó rendszeren, ami az árvíz problémának a megoldását jelenti. Egy komplex vízgazdálkodási rendszer kialakításán, amivel meg tudjuk előzni majd azokat a károkat, amik keletkeztek. Mondom még egyszer, márciusban az egy magán személyeknek okozott kár térítése is megindul. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Megyünk tovább. Schneider Tamás, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. Miért hagyja a kormány, hogy 350 embertársunk fagyhalálban pusztuljon el? Milyen azonnali és hosszú távú intézkedési tervei vannak a fagyhalál feltartóztatására címmel? Schneider Tamás képviselő úré, a szó 2 percben. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr!
2010. szeptembere óta, 2011. február 21-ig már több mint 360 embertársunk hunyt el fagyhalál következtében. Ebből 188 személy kórházba szállítás után kihűlés következtében hunyt el. 68 embert az utcán ért a borzalmas és fájdalmas fagyhalál, de ami még borzasztóbb, a nemzeti együttműködés hagyta, hogy 105 magyar állampolgár saját otthonában fagyjon meg. Ezen emberek közül sokan választottak. Választottak az éhhalál és a fagyhalál között. Mert nem egy esetben a ház udvarán ott a takaros, halomba rakott tűzifa. Ősszel megveszik a tűzifát, de télen már nem jut élelemre. Az elégtelen élelem miatt legyengül a szervezet, és már nem képes az idős ember arra, hogy kimenjen a tűzifáért. Végül tehetetlen kínok közepette jön a gyilkos álom. A halálos álom, mikor a hidegben az erek összeszűkülnek, nincs megfelelő oxigén és tápanyagellátás, felborul az anyagcsere folyamat, ami szívritmuszavart okoz. Ezek az emberek is választottak, és választottak azok is, akik inkább saját kezükkel vetettek véget életüknek, mert szégyeltek egy két halál közül választani. Ha megnézzük az előző évek átlagát, megjegyzem, már az is szörnyű, hogy egyáltalán ilyen átlagról kell beszélni a 21. században. 60%-kal több ez a halálszám. Eljutottunk odáig, tisztelt képviselőtársaim, hogy egy kisebb falu teljes lakossága lelte halálát eddig, ezen a télen, a hideg következtében. Hiába a figyelemfelhívás, hiába a megkeresés, a kormány hozzáállása, a teljes némaság és passzivitás. Mint azt a Magyar Szociális Fórumhoz írt válaszlevelük is mutatja. Hány áldozat kell még, hogy végre történjen valami? Miért nem rendelt el a kormány kötelezően a veszélyeztetett emberek rendszeres látogatását? Miért folytatják az előző szocialista rendszer érzéketlenségét? Miért hagyják, hogy 360 embertársunk fagyhalálban pusztuljon el? Milyen azonnal és hosszú távú intézkedéseket kíván tenni a kormány? Köszönöm szépen. A kormány nevében, miniszter úr nevében Halász János államtitkár úr, 2 perces válasz. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! A kormány számára minden élet fontos, ezért törekszünk a hatékony megelőzés kialakítására. A kormány már 2010 őszén tett lépéseket sajnálatos események megelőzése érdekében. Erre már nagy szükség volt, hiszen az elmúlt években a 200-at megközelítette, vagy több esetben meg is haladta a fagyhalálok száma, sőt volt olyan év, legyünk pontosak, a 2003-as, amikor a KSH hivatalos adatai szerint 316 embertársunk halt meg ilyen módon. A mostani télen 2010. szeptember és 2011. január közepe között rendőrségi adatok szerint 124-en haltak meg fagyhalálban, közülük 49-en közterületen. Egyetértünk, képviselő úr, ez szörnyű, hisz egy halál is sok. De szeretném elmondani önnek, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Államtitkársága dolgozik, tavaly ősszel igyekezett felhívni a figyelmet az ilyen esetek megelőzésére, hangsúlyozva az együttműködés és az odafigyelés fontosságát. Szerencsére talán ennek hatására is sok helyen készültek a hideg időjárás veszélyeire, gyakori az ingyenes vagy kezdeményes áru tüzelő osztása, a helyi szociális szolgáltatók, falu vagy tanyagondokok fokozott figyelme, a rendőrség polgárőrség bevonása, a település lakosságának figyelmeztetése. További segítség lehet az önkéntesség évének keretében induló téli szomszédolás című akció, amikor odafigyelünk az otthonukban egyedül élő idősekre. A kihűléses halálesetek kapcsán pedig ki kell emelni a hajléktalan emberek védelmét. Az ellátók egész éves működéséhez állami támogatás igényelhető, melyet pályázati forrás egészít ki. A kormányzat által támogatott téli programok részeként például a nappali melegedőkben, éjjeli menedékhelyeken élelmiszert, vitaminokat, az immunrendszert erősítő szereket, gyümölcsöt, zöldséget osztanak, a hajléktalan emberek pedig védőoltást kapnak. Tisztelt képviselő úr, már készül a középtávú hajléktalan stratégia, melynek kidolgozásában egy a Szociális Államtitkárságon tapasztalati szakértőként dolgozó, hajléktalanul élő személy is részt vesz. Ám az együttműködés, a társadalmi szolidaritás erősítése is szükséges, melyre a jövőben is nagy hangsúlyt fejez a kormány. Kérem a válaszom elfogadását. Tisztelt Országgyűlés! Pócs János, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Mit kíván tenni a kormány a megtévesztésre alkalmas élelmiszerjelölések ellen a fogyasztók védelme érdekében címmel? Pócs János képviselőt illeti meg a szó, a válasz pedig Ángyán József államtitkár úrtól lesz. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! A magyar élelmiszergazdaság talpraállítása nemzet stratégiai jelentőségű kérdés. A fogyasztói bizalom helyreállítása ennek sarkalatos pontja. Végre eljutottunk odáig, hogy a magyar fogyasztók jelentős része kezdi felismerni azt, hogy a helyben termett, jó minőségű, egészséges táplálék
fogyasztása, egészségvédelem és termelők életben tartása miatt nemzetgazdasági szempontból is mekkora jelentőségű kérdés. Van olyan külföldi tulajdonú élelmiszerkereskedelmi lánc Magyarországon, mely ezt a trendet kihasználva magyarnak hirdeti magát.